Sziasztok, Tamara vagyok, ez pedig a Faltól Falig könyveslog csatornája. A mai videó egy könyvajánló lesz. Az ENSZ közgyűlésének kezdeményezésére 1993 óta március 22-én ünnepeljük a Vízvilágnapját, amelynek célja egyrészt az, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki által elérhető tiszta ivóvíz fontosságára, illetve az édesvíz készletünk veszélyeztetettségére. Az idei Vízvilágnapjának egyébként van külön jelszava, amely az, hogy változtass most, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a vizeinket és a környezetünket fenyegető válság megoldása a jó irányba tett lépések felgyorsításában rejlik. A víz mindenki ügye, mindannyian függünk tőle, és mivel az én csatornám egy könyves csatorna, én ez alkalommal olyan könyveket szeretnék nektek ajánlani, amely kifejezetten a vízről, a víz értékéről, valamint a vízválságról szól. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de a vízválság szó kapcsán nekem az első dolog, ami az eszembe jut, az a klímaváltozásnak az egyik legsúlyosabb következménye, a vízhiány, vagyis hogy előbb-utóbb bekövetkezik az a forgatókönyv, amitől mindenki rettentően fél, hogy mi van, ha elfogynak az édesvízkészleteink, és sorra tűnnek el a természetes vizek, ami egyébként már nem egy távoli jövőnek a forgatókönyve, hanem napjainkban is ez zajlik, és most már a bőrünkön tapasztaljuk ennek a miben létét. De van emellett egy másik vízválság is, ami ugyanilyen fontos, rengeteg embert érint, és talán kevés szó esik róla. Ez pedig az, hogy nagyon-nagyon sok ember él ma a Földön, aki egyszerűen nem jut tiszta ivóvízhez. Erről a problémáról és a megoldási kísérletről szól Gary White és Matt Damon közös könyve, A víz értéke, hogyan kerestünk megoldásokat a világ legégetőbb problémájára, amely most jelent meg idén a Corvina kiadó gondozásában. Matt Damon szerintem senkinek nem kell bemutatni, egy hollywoodi színész, aki már több évtizede a pályán van. Én az ő filmjeit láttam, nem követem teljes mértékben a pályafutását vagy a munkásságát, viszont arról az oldaláról egyáltalán nem ismertem, hogy ő milyen közügyeket karolt fel, és ebben mennyire fontos szerepe van a víznek. Társa és barátja Gary White egy vízügyi mérnök, aki már hosszú évtizedek óta szembesül azzal a problémával, amit szeretne megoldani, és van is erre egy nagyon jó megoldásuk. Ebben a könyvben nagyon érzékletesen leírják, hogy a tiszta ivóvíz hiánya és a higiénia hiánya hogyan tart nyomorban több millió embert Afrikában és Indiában, hogyan lehetetlen ebből a nyomorból kitörni, és hogyan függ össze a víz hiánya további olyan égető problémákkal, mint a mélyszegénység, a nők helyzete vagy a túlnépesedés. Sok konkrét történetet is elmeséltek arról, hogy mennyire gyökeresen meg tudja változtatni egy családnak az életét, ha beszerelik hozzá a vezetékes vizet, kapnak egy csapot vagy egy vécét, és hogyan törnek ki a nyomorból ennek következtében. Szóval látszólag egyszerű a megoldás, be kell vezetni a vizet, vagy fúrni kell egy kutat azokra a településekre, ahol ez nincsen, hiszen az ilyen helyeken a nők akár 6 órát is azzal tölthetnek egy nap, hogy vizet hordanak a kutról a családjuknak, és ez az ivóvíz még egyébként messze távol áll a tiszta víztől. Szóval látszólag pofon egyszerű a megoldás, viszont ennek a finanszírozása óriási problémát jelent, mert nagyon nehéz a bankokat arra rávenni, hogy kölcsönözzenek szegény embereknek, hogy legyen tőkéjük arra, hogy ezeket az infrastruktúrális beruházásokat megcsinálják, és bár vannak olyan hitelintézetek, akik kifejezetten mikrofinanszírozást nyújtanak szegény embereknek, hogy kitörhessenek a nyomorból, de ezek az intézetek is elsősorban a vállalkozást támogatják, például adnak pénzt arra, hogy valaki vegyen egy varrógépet, amiből aztán ruhákat var és eladja, mert így látják, hogy a kölcsönt vissza fogja tudni fizetni, de azt nem látják át, hogy a vezetékes víz az miként változtathatja meg egy családnak az életét, és ugyan nem közvetlenül termel hasznot, hanem közvetetten, de az a fajta változás, ami így egy család életében megindul, az aztán felbecsülhetetlen. Szóval a vízügy sok esetben pénzügy is, de Gary White és Matt Damon talált egy nagyon jó megoldást arra, hogy ez mégis működhessen, és rengeteget tettek azért, hogy emellett kampányoljanak, és nagyon sok mindenkit maguk mögé állítsanak, és egy olyan fajta konstrukciót hozzanak létre, amely nem adományozás és nem befektetés, hanem a kettő között valami félúton. Nagyon-nagyon sokat küzdöttek azért, hogy az elképzelésüket valóra válthassák, de bizakodóak, hiszen nagyon sok siker van mögöttük, és azt mondják, hogy még szeretnék a saját életükben megoldani a világ vízválságát, mármint ami a tiszta ivóvizet jelenti. Én nagyon szerettem olvasni ezt a könyvet, szerintem abszolút példamutató, amit ez a két ember véghez vitt. Nagyon tisztelem a kitartásukat és a vízügy melletti elkötelezésüket. Nagyon olvasmányos ez a könyv, könnyen lehet haladni vele, váltott szemszögből látjuk a történetet, tehát Matt is mesél, illetve Gary White is mesél, és hogyan azt is elmondják, hogy hogyan találkoztak össze, és milyen a közös munka. Nagyon jól bemutatják a vízválság és a mélyszegénység összefüggéseit, és nagyon inspiráló az a megoldás is, amit kitaláltak, hiszen
a szegény emberek aktív közreműködését kívánja, szóval nem egyfajta adományozás vagy jó cselekmény, amit a nagy fehér ember csinál a világ többi részével, hanem bizony építenek a minden helyi lakosnak a részvételére, és megteremtik annak a lehetőségét, hogy mindenki úgy érezze, hogy a saját szerencséjének vagy a saját jövőjének ő a kovácsa, és ők is tesznek valamit azért, hogy az életük jobbá forduljon.